Ez az a híres nagyfa? Igen, erre mondják. Persze egész egyszerűen azzal, hogy itt voltunk, azzal mi híressé tettük ezt a nagyfát. Nem engedte meg a lehetőség, hogy bemehessünk ide az ifjúsági parkba egy koncertet meghallgatni. Kifogásolták az öltözködésünket, a hajviseletünket, és egyáltalán az magában már probléma volt, hogy néhányan itt fönn ácsorogtunk. A zenéhez volt közünk csak egyedül. Ez is mondjuk egy bizonyos fokig összekovácsolta az akkori, ha úgy tetszik, én társaságnak nevezem. Ettől aztán sok közünk volt, és mondhatnám azt neked, hogy ha megszólalt egy zene abban az időben, akár egy Rolling, akár egy Cream, egy Man Friedman, vagy sorolhatnám a beat együtteseknek a szuperebbnél szuperebb alakjait, az akkori, Annie Murphynek társait, akkor úgy éreztük, hogy tulajdonképpen teljesen mindegy, hogy mit mondanak ránk, és hogy mi az, ami nem tetszik, és hogy mi az, amitől minket utálnak, akkor mi már szabad emberek voltunk. Messze, messze visz az út. Álltam az ablakomnál, s néztem a városon túl. Érzem, hely én érzem, messze visz az út. Érzem a vérem, nagyon húz, messze húz. Ismernek itt a környéken, még hogy azt mondjuk, hogy indián, akkor itt tudják a környéken, hogy... Bátran állítom, hogy igen. A legtöbben inkább így ismernek. Néha egy kicsit úgy éreztem magam, hogy ez egy kicsit már avétos, meg régi, meg minden, de rá kellett, hogy jöjjek, hogy ez egyáltalán nem így van, mert körülbelül az ismeretség körének a... Hát mondhatom, hogy a 70%-a meg mindig így hív. Bár ugyan hozzáteszik, hogy nem sértődök meg ezért, hogy miért sértődnék meg. Ha rám ragasztották ezt, én nem magamnak adtam egyébként, most nem azért, hogy... De végül is nagyon jó, kijöttem vele, minden szinten el voltam vele. Kitől kaptad, hogyha ezt meg lehet kérdezni, ezt mikor? Ezt megmondom neked, egy Magdi nevezetű lánytól, én elneveztem Huncutnak, mert nagyon kis vékony, azt egyébként majd valamikor elé tudom keríteni, hogyha akarjátok, és akkor... Hát akkor ő szerelmes volt belém, mint a jó sok többi, és akkor azt mondta nekem, hogy akkor mi nem volt szakállam. Hosszú olyan már volt, és akkor azt mondta, hogy hát végül is inkább hasonlítanák egy ilyen golykó műtétszre, hát nem fizikálisan, de gondolom az arca akkor tényleg így volt, vagy legalábbis ő szerintem, meg még sok mindenki szerint, és akkor ezt így rám ragasztották. Hát ez elkísért a nagyfához, onnan vissza, előre, hátra, igen. Rajnák, azt mondom, hogy Rajnák, így kimondok egy ilyen egyszerű nevet, mi jut eszedbe róla? Hát volna? A Rajnákról a legelvetemültebb bolsevik, szó szerint, én nem is bánnám ezt benne lenne a riportbe, aki egyébként vizet prédikált, aztán bort ivott. Értem alatta azt, hogy ami link dolog elkövethető volt, úgy értem, hogy gaztett, korrupció, azt, hogy mind-mind elkövette, annak az árnyékába egyébként, hogy őt nem fogta a törvény, ám adáig, amíg aztán végül mégiscsak fogta, de az már nagyon sok idő. Hát többet között nem számolt el a belépőjegyekkel, az ifjúsági parkból, bár ő állandóan elmagyarázta, hogy itt csak tisztességes emberek jöhetnek be, fazonos ruhákba, nyakkendővel, meg egyebekkel. Az, hogy sakba tartották a fiatalokat, az szükséges volt. Ahol egy ilyen nagy tömegbázis megjelenik az ifjúsági parkban, ott fogni kell. Hát ő nem nagyon örült neki, hogy mi a perifériára szorultunk, hosszú aljak, hippik. Ugye hát az a, volt a, akkor a nagy óriási, hogy is mondjam, duma, hogy mi majmoljuk a nyugatot, azért nézünk így ki, bár mindegyikünk dolgozott, nem is lehetett megtenni, hogy nem dolgozunk, mert akkor rögtön KMK-ért azonnal elvittek. Egy hónap, két hónap, baracska, ilyen. Én őszintén nem voltam sose.
tudom, hogy messziről bennem azt mondtam, amit akar, de én mindig dolgoztam. Én pontosan tisztában voltam vele, ha kiszolgáltatom magam a kommunista hatalomnak, vagy a szocialista hatalomnak, hogy a kettő ugyanaz, akkor én csak a rövidet húzhatom. Jó estét kívánok, kedves nézők! Mai adásunkban a fiatalokhoz szeretnénk szólni, bár úgy gondolom, hogy ami tanulság a fiataloknak, az tanulság lehet az idősebbeknek is. Íme egy gyűjtemény. Csupa hippi jelvényekből. A szövegük, hát a legváltozatosabbak. Szeretem az italt, szeretem az LSD-t, a szüzesség luxus, vagy ez a másik, no, a mindennel szembeni tagadás. Ártatlannak tűnnek, mint ahogy sokan azt állítják, a hippik ártatlanabbak, mint a huligánok. Gyakran azonban az ártatlan hippik is huligánkodnak. Emlékeznek még az Abbázia előtti esetre, amikor virágkedvelő, békeszerető, kedélyes hippik rendeztek olyan tömegverekedést, hogy a helyszínre érkező rendőröknek kellett őket kimenteniük a feldühött járókelők kezei közül. Én el sem tudtam tenni a személyigazolványomat, mert állandóan így vittem a kezembe az utcán. Én ott laktam a Reálton az utca 12-ben, a belvárosban, és ott a Kossuth Lajos utca minden. Esküszöm, 30 éve nem igazoltak, amióta a rendszerváltás volt. Egyszer se. Soha. Azelőtt hát el sem tudtam volna képzelni. Hogy tudnád azt elmondani egy ilyen mai fiatalnak, hogy milyen érzés volt ilyen rajnákoktól függeni, vagy egy ilyen rajnáknak? Úgy tudnám elmondani, hogy kialakult egy hatalmas ellenállás a fiatalság és a felnőtt társadalom között, mégpedig kőkeményen. Hát abban az időben sehova se lehetett elmenni, ugye ifjúsági park az kihúzva, klubokban nem engedtek be minket semmilyen szinten, akármilyen ruhába öltöztünk. De viszont házi bulikot azt csináltunk zenével és azon kívül is, és mindennel, szerelem, csók, amit akarsz, minden mennyiségben. És ott is azért aljaskodtak, mert ott az volt, hogy akkor 10 óránál tovább, egy idő után kitalálták, hogy 10 óránál tovább már házi bulit se lehet rendezni. Hát aránylag csendbe kellett lenni, na most innen volt a sok szex. De ez tényleg így van. Én ezt nem kell belevegyétek, de ez tényleg így volt. Hát amúgy is így volt, de egyébként minden szinten. Hát igen, akkor a lányok kitűzték, hogy a szüzesség luxus. Ez volt a díj. És akkor ez így is volt. Hát tényleg úgy volt, és ezt minden túlzás nélkül mondom, akarjátok, majd kitörölitek belőle. Ha azt mondtad, hogy ülj le, basznak, azonnal lefeküdt. Ez így történt akkor. Ez volt a beat világ. De hát a beat világról még azért annyit hadd mondjak. Óriási különbség volt a mostani fiatalság között. Többek között azért. Nem azért, mert én voltam akkor 21-nány éves, hanem azért, mert ott tehát dolgoztak, alkottak a fiatalok. Ha akarod, akkor ezt ide beletűzhetem neked. A következő. Nekem rendszeresen fölteszik azt a kérdést, még a mai napig is, hogy mitől volt olyan más az a 1968-as, 70-es évi fiatalság. Hát abból kérlek szépen, hogy először is volt ideológusuk, volt irodalmuk, volt zenéjük. És ezt mindegyiket, de nem csak ennyi, még sok-sok minden volt, ami most semmi nincs. Tehát a következőt szeretném mondani. Ha csak az irodalmát nézed meg a beatvilágnak, a Jack Kerouac-tól, a Salingerig, a Eric Tramperig, és így tovább az írókat, a költőket, a Leples Bitang, stb. Hát hadd ne soroljon föl. Akkor vegyük az irodalmat ebben a kérdésben. Hát nézzük meg a zenét. Hát az egy, nem is tudom, ez évtávlatokban jobb zene volt, mint most, minden szinten, és maradandó zenét csináltak. Nincsen apám, se anyám, se Istenem, se hazám, se bölcsőm, se szenvedőm, se csókon, se szeretőm. Harmadnapja nem eszek, se sokat, se keveset, 20 esztendőm hatalom, 20 esztendőm eladom.
kutya nem kell senkinek, hát az ördög veszi meg, tiszta szívvel betörül, ha kell embert is ölök. Elfognak és felkötnek, áldott földdel elfödnek, s halált hozó fűterem, gyönyörű szép szívemen. Így gyakorlatilag a nagyfa így, hogy mondjam, virágba szökkent, vagy levélbe, vagy minek mondjam. Mert a nagyfához tudtunk csak felmenni. Azért lett ez a nagyfa nagyfa, de most nagyon örömmel látom, hogy már körbe van pántolva, vassal, mindennel. Mert a kommunisták azt mondták akkor, hogy a Rajnák féle brigád, hogy ez a nagyfa se lesz már nagyon régen, de nekem se lesz se hosszú olyan, se szakállam, se semmi. Amikor ők még mindig lesznek már, mint hogy a bolsevikok. Hát én meg azt mondtam nekik, hogy nem hinném, hogy maguk lesznek, vagy lesztek, attól függ, hogy milyen hangulatban voltam. És az volt a szerencsém, hogy akkor volt az, hogy nem ittam, egyáltalán nem ittam. Tehát azt nem tudták rám kenni, hogy részegen pofázok nekik, igen. És akkor a lényeg az, hogy hát ebben így megmaradtunk. Na de a Radics Béla az ugye mindig játszott nekünk, hol itt, hol ott, de legtöbbször a Radnóti művelődés házban, meg az IFI parkban is játszott, néha-néha oda engedték, de akkor mi csak fölülről tudtuk hallgatni. Mindenki éves voltam, és ebben hallottam, hogy rock and roll. Egy jégtánc, ez a jégkorcsi a világbajnokságon, és a végén az állásra volt a Bilhelynek a Rákkalának alapja. És akkor beleszerettem. Hát, én azt a 12 éves kisfiút nem felejtem el. Az a szerelem lehet tiszta, ami az első kötődik, hát a lényeset utána még több megszerelem is. Volt, volt, de az mind ahhoz kötődött, azon az alapok, csak megerősített. És aztán sok mindent tanult az ember közben, és rájött, hogy egy tiszta út van ez. Én zenész vagyok, máshoz nem értek. Tehát, és ha már zenész vagyok, akkor legyek zenész. Nagy betűvel. És ebből is. A Radics Béla az egy unikum volt. És ha azt mondhatnám, hogy ha ilyen besorolhatnám, vagy be is sorolom különben, mondjuk a nagy nyugati zenészekkel, mondjuk a Jimi Hendrix-el, vagy ne adj Isten, akkor a Cream-mel, vagy ne adj Isten, akkor a Manfred Mann-nel, hát hosszasan sorolhatnám a listát, akkor is szerintem az öt legjobb ott lenne. Nem azért, mert hogy én el vagyok tőle állul, el vagyok, igen, el vagyok. Most a Radics Béla az volt a mi egy zenekarunk. És a helyzet következő volt. Hát nagyon szegényesen indult, minden együttes szegényesen indult, de mondok nektek valamit, hogy voltak kivételek. Ilyen volt az Omega. Az Omega kérlek szépen, akit az Ori menedzselt, az Ori, az országos rendezőiroda, akkor a Radics Bélát, vagy a Sakmatot, vagy a Tűzkereket, mert ugye közben változott, vagy a Tauruszt, nem senki sem menedzselte, nem adott pénzt, nem adott semmit. És
A legmostohább körülmények között, és most hallom a nagy örömmel, hogy megkerült a gitárja, megkerült, igen, nem tudom, lehet, hogy múzeumban viszik, nem volna rossz, de szobrot azt már csináltak neki Csepelen, abban benne voltam egy kicsit én is, mármint anyagilag, és akkor kérlek szépen a Béla, az ugye nekünk játszott. Ő mindig elmondta, hogy figyelj, Bandi, vagy Indián, vagy ahogy hívott, mikor, hogy most ne gyertek, mert a legtöbbször itt játszott Csepelen, a Radnóti művelődés otthonban Csepelen. Uh-huh. Ez egy kicsit tükrözte a csóróságot is, meg tükrözte a munkás osztályt is. De ebből a szempontból nem bántam a munkás osztályt, mert ez a kultúra oldala volt a munkás osztálynak. Mire mondta, hogy ne gyertek, hogy most másfajta közönségen is? Pontosan. És a lényeg az, hogy a Béla azt mondta nekem, hogy figyelj, Indián, tulajdonképpen ti vagytok a mi közönségeink, ti a szegények, mert azok voltunk. Akár kimondva, kimondatlanul is azok voltunk. És az üldözöttek, azok is mi voltunk. És ez is igaz volt, mert sehova nem engedtek be, vagyis csak kérlek szépen pofonok állján, vagy pedig elvették a személyigazat, beledobták a kukába, ez volt a módi. Meg mocskos hipik, hát meg se szólítottak a nevemen senkit, én amennyire viszem. És én azt mondtam a Bélának, mondom, figyelj ide, hát ez abszolút válaszok, hogy nincs egy normális erősítőd, semmiért nem tudunk, jó hangod van, téped a gitárokat a fogaddal, ez minden fantasztikus, de ez még önmagában kevés. Ahhoz, hogy ki tudjunk állni a porondra a bolsevikokkal szembe. De ezt komolyan mondom, ez így történt. Hát azt mondta nekem, figyelj ide, Indián, nem tudunk mit csinálni. Hát mondom, jó. Na most a következőt kitaláltam, vettem egy kockás füzetet, nem egyet többet, de először csak egyet, és 10 forintjával gyűjtögettem a pénzt minden és ilyen koncertek alatt. Azért, hogy tudjak neki venni egy Marshall erősítőt, Na most akkor nagyjából összeszedtem azt a pénzt, de sok idő telt bele, az 2 év, amire össze tudtam boronálni ezt a pár forintot erre a Marshall erősítőre. Meg is vettem neki a Marshall erősítőt, hát megvettük, ez egy közös grup volt, és a lényeg az, hogy hát nagy ováció, nagy öröm, nagy minden. Na de ugye a Béla nem kapott különböző szerepeket, azért nem kapott, mert ő nem állt be a sorba. Steve. Ők azok a fiúk, akik annak idején gyűjtésre rendeztek, hogy a sakmat ne oszoljon fel pénzt, hogy legyen elég cuccunk, hogy ki tudjunk állni a gazdag emberekkel szemben. Te voltál a Nagy Béla, a mi zenekarunk. Úgy van. Így van? Biztos. Emlékszel erre? Csepelen azt mondtad, hogy soha nem leszel az, aki beáll a többi közé. És beálltam, gondolod? Nem álltál be. Hát nehogy állt be, miért nem állt be egyáltalán? Itt áll a kedileken. Van az a híres felvétel, ugye, és nem is azt mondanám, hogy híres, hanem hogy inkább hírhedt, ahol már a Radics Béla ugye eléggé le van épülve. Atyásodva, így van. És már a halála évében hát jár. Hát bizony közel van hozzám, igen. Hogy akkor milyen érzés volt vele találkozni így? Hát megmondom neked, hogy az úgy kezdődik az a kis találkozás, hogy emlékszek egy ilyen szimat szatyor van a vállamon nekem, és az én kis jó judó barátommal, a Gerencsér József, de a judó, hát mindenki így ismerte, azt nagyon haragudott, ha azt mondtuk neki, hogy Józsi. Mert hogy azt mondta, az a úthenger. Mondom neki, na jó van, akkor mi legyél te hülye, hát akkor legyél judó, de az volt már előtte is, csak hát Zrikből nem mindig mentünk ebbe bele. És akkor a következő történt, kérlek szépen, hogy kivegyünk oda, és látom, hogy a Radics Béla próbál ott beskálázni a koncertet az Ifjúsági Parkba, de igazából ez már egy búcsú kapcsolat volt neki gyakorlatilag, csak mi se hittük el, hogy ez talán teljesen a vég. Na most oda, elénk jött oda, és akkor mondja neki a barátom, a Józsi, a judó, hogy szervusz Béla, hogy vagy, meg minden, meg egyek. Jó, jól vagyok, mondja neki. És erre azt mondja neki, Béla, emlékszel, te voltál a mi zenekarunk. Tehát, hogy visszaidézem ezt, te voltál a mi zenekarunk is egyáltalán.
azt mondja, és azt mondtad, hogy te sose fogsz minket meg. Na és, megtagadtalak én titeket? Megtagadta? Mondja ott, akkor azon a bizonyos találkozón. Azt mondja, és akkor mondja, hogy ők volt az indián, hogy ők voltak, akik gyűjtöttek nekem az egyes, vagy a zenekarnak erősítőre, hogy kiálljunk a gazdagok ellen, mert körülbelül ezt mondja, azt hiszem, nagyjából így tudom visszaidézni. És akkor nagyon, nagyon, nagyon el voltam keseredve, de nem csak én, ő is nagyon, mert tényleg úgy éreztem, hogy itt a vég. Igen, igen, ez a kopasz volt már, elhullajtotta a halát, haját, és de aztán, amikor ugye meghalt a Béla, akkor kérlek szépen, hát ott volt a Rózsi a temetésén, ott volt a Balázs Felkó, ott voltam én, ott volt a, hogy hívják, a judó, és azon töprengettem, hogy vajon milyen koszorút vegyek neki, vagy mit írjak rá, vagy mit csináljak, mert én nem csak az, hogy imádtam, nem voltam betegesen, de én egy nagyon nagy zenésznek tartottam, és egy nagyon nagy világfinak is egyrészt. Azt írtam a koszorúra, hogy itt nyugszol megáldva és leköpve. Mert nem tudtam ennél frappánsabbat kitalálni, meg talán találóbbat se. Mert ez az igazság, hogy körülbelül így élt. Ez olyan, mint a... Az utolsó Szamuráj című filmben mondd meg, hogy hogy harcolt, nem inkább azt mondom, hogy hogy élt. Hát ő is körülbelül éppen így volt, mert küzdött minden szinten, mindig és örökkön örökké, mert a tehetséget azt az vele született, tehát azt érezte, és az adatot volt neki, de nem tudta kibontakoztatni azért, mert nem kapott rá lehetőséget. Miért nem kapott rá lehetőséget? Azért, mert nem felelt meg az állampártnak, kérlek szépen a politikájának. Ha bezzeg ilyen nyúcül a fűbe című játszottóna, akkor az most jó lenne, persze, mert az oldások hallgathatták volna. Másrészt miután kísértesen hasonlította a Jimi Hendrixre, nem csak a játékát illetően, mert ugye neki a legnagyobb bűne az volt az előbb, ugye nem beszéltem erről, de az volt a legnagyobb bűne, hogy ilyeneket utánozott le, mint a Jimmy, aztán a Cream, aztán kérlek szépen az Animals, vagy társai, és ez volt talán a legnagyobb bűne az állampárttal szemben. Hogy ezeket a hanyatló nyugati zenéket igen, másolta. Mert ők úgy ítélték meg, hát a bolsevikok, igen, a mensevikek, hát ők úgy ítélték meg, hogy... Ezek destruktív. Hogy, így van, hogy destruktívok, bizony, és ilyen glasszáló valakik, tudod? Közben ez messze nem így volt. Hát, hogy is mondjam neked? Még akik ide tudok sorolni, azt tudod kicsoda? A Kex együttes, a Baksa, a Sós, akit... Minden állon lepofosztak a rendőrök, csak úgy, mint engem és másokat. Azért, mert kérlek szépen a Baksa Sós ugye megzenésített a versét. Tiszta szívet. Igen, hogy még nem ettem, és még ha kell, hát majd embert is ölök. Sorry. Na most ez így nem ment. Ment, csak ők nem akarták elfogadni. Na most akkor ott volt a... Ez hogy kell elkezdeni, oda föl is mentek a rendőrök, és akkor csináltak egy ilyen... Összeverték mindenkit, útközben is. Tehát úgy se hinnétek el. Én megígértem, hogy olyat nem fogok mondani, nem igaz. Hát egyszerűen kérlek szépen szaráverték, pofoszták, nem csak őt, aki azon a közelben volt. Hát én mentem haza, én a belvárosban laktam, és kérlek szépen az asztori alulában a hülyére vertek. Hát mit gondolsz, mitől nem lett volna itt ellenállás? Ha hallgatólagosan forradalom volt itt, azt elárulom neked. Akármilyen hihetetlen. Kisfaludi András mondta egyébként a dobosa a Kexnek, ugye, aki filmrendező is, hogy a Baksa Sóst konkrétan fizikailag üldözték. Fontosan. Tehát ők el akarták üldözni az országot. Hát igen, mert azért, mert politikai dalokat énekelt. Ugye átüzélte a József Attilának a versei, abból csinált, amit csinált. Ez nem működött a kommunistáknál, a bolsevikoknál, vagy mensevikek. Nekem mindegy, hogy melyiket hívom vele, egyforma link az egész, vagy az is maradt. Sajnos, hogy ez a rákfené, ez nem halt ki ebből a nemzetből, tisztelt a kivétel, nem halt ki, mert az a helyzet, hogy itt
még mindig sokan nosztalgiáznak. Talán két dinasztia, hogyha kihal, talán. De az a baj, hogy ezeknek az utódjaik pontosan ugyanígy vannak. Miért is lennének másképp? Nem kell nekik dolgozni, politikailag, elköltségileg utazhattak akkor is, ahova akartak. Mi, akik a csórok voltunk, hát mi sehova nem mehetünk, nem is adtak útlevelet. Ha végül is adtak, akkor az volt 1981-ben. Igaz, hogy én utána beutaztam az egész földgömböt, nagyon őszintén meg kell, hogy mondjam. De ez akkor is behozhatatlan minden oldalról. Egyrészt elment felettem az idő, és hiába voltam én 500-szor mondjuk Tájföldön, vagy mit tudom, Afrikában, de tényleg voltunk mindenhol, hát három útlevelem is már betelt, mert megpróbáltam behozni mindazt, amit elmulasztottam, nem én mulasztottam el, általuk így volt. Rátérhetünk, hogy... Mindenre. Hogy volt ez az ügy? Hogy egyrészt mennyi évet kaptál meg többen? Én 4 évet kaptam, a következő volt a helyzet. Hát ugye sokat emlegettem már így is kamerákon kívül, meg most is megmerem tenni, de kamera mellett is, hogy miután szabad szerelem volt legalábbis a mi köreinkbe. És ezért úgy volt a helyzet, hogy mi csak a jégbüfébe tudtunk járni, meg a Apostolok című vendéglőbe. Mert máshova be se engedtek, de ebbe a két helyre még beengedtek, ezek egymás mellett voltak. És akkor jött be a Coca-Cola ide divatba, ez 1968-ban volt, és akkor, hát miután alkoholt nem ittunk, csak Coca-Colát, meg fagylaltot, meg ilyen hülyeséget, hát persze, meddig tartott a pénz. De most a helyzet az nagy igazság, hogy általában éve, hogy mentünk valahova, mindig taxival. Azért, mert muszáj volt azzal menni, mert különben a rendőrök nem engedtek sehova se, villamosra, vagy minden. Tudom, hogy nagyon fatálisan az, de ez volt a nagy kurva igazság. Na és akkor ott vagyunk a jégbüfébe, ott nekem volt egy szerelmem. Hildának elnevezte, nem az volt a neve, de Hilda 30 éves volt, aki 27. És akkor azt mondta nekem, hogy ja, mert ott is a rendőrök folyton üzenek, rátérek erre, de ez együtt ebben van. És akkor ott azt mondta nekem a Hilda, hogy ha titeket bántanak a rendőrök, velem együtt bevállalta, akkor csak szóljatok nekem, és a pincén keresztül, mert ott volt lent, ahol sütötték a péksüteményt, nem a pék, a kalácsokat, tortákat, meg egyebeket, és a Petőfi Sándor utcánál lehetett kijönni alul a pincén keresztül, igen. És akkor mindig megszöktünk a rendőrök elől, mert azok ott álltak kinn az ajtóba, meg az ablak előtt, de miután sok volt a külföldi, nem mertek annyira insultálni minket. Bizony, meg különben. És akkor fogtuk, és hát láttuk, hogy nem megy az ide, akkor gyorsan letéptünk ott a lisztes cuccon keresztül, és ott a másik oldalon meg volt egy taxi, mert a mesében, ez esküszöm így volt. Volt egy taxi megálló, beültünk, azt mondja, a taxi, de már ismert. Azt mondja nekem, és hova vigyelek veleteket? Annam teljesen mindegy, csak innen el. Az utat járom én, fel a tóhoz, vagy nem is tudom még. És ha megyek, ó ember, ha megyek, messze-messze érek, de ott fent a tónál is egyedül, csak egyedül élek. Hey, fent, ott fent, ott fent, ott fent, az eső csöpög rám, várom a napot, mely meleget. Ez, ami történt, ez volt 9-én, és 14-én egyszer csak otthon vagyok, sose zártam be az ajtót, aztán a barátaim miatt nem zártam be, mert mindig jöttek, őnekik nem volt különösebben lakásuk, nekem volt egyedül, és ez az csak így rugdalan valaki. Mondom, de esetett bele, mondom, a kurva anyátokat, mondom, már megmondtam 6000-szer, hogyha szúnyókálok, akkor ne rugdaljatok, mert attól idegbeteg vagyok, tudod, az a hirtelen felébredés. Erre azt mondja egy ilyen mély mogorva, hogy na indián, lassan a teste, lassan a te, fölnézek, hát a rövid Jóska. Az a rövid Jóska, azért hívták rövid, az a főkapitányság volt, egy nyomozó, az egy ilyen 190 centi magas, de egy nagy tenyeres talpas, nagy paraszt ember volt, de szó szerint formára. Azt mondja nekem, hogy azt mondja, lassan a teste,
baj, mondom, hát maga az, meg minden. Hát ismertem, ezerszer igazolt az is. És akkor mondom neki, hogy mi járatban van. Azt mondja nekem, hát nem tudom, azt mondja, be kéne, hogy gyere velem, de nagyon udvarias volt, be kéne, hogy gyere velem a főkapitányság az Engesztére. Mondom, minek menjek? Mondom neki, de be kell, hogy gyere. Hát akkor ilyen Pobjeda volt a rendőröknek, Pobjeda még az a régi lengyel ószar. És kérlek, szem, mondom neki, jó van, bemegyek, de mondom, akkor hadd írjak már ki egy cetlit ide az ajtóra a barátaimnak, hogy mindjárt jövök. Azt mondja, nem kell neked semmit írni, mindjárt jössz vissza. Hát pont 4 év múlva értem vissza. Igen. Gondold el, hogyha csak egy fél évvel később esek ebbe az ügybe bele, hol voltam én ehhez? Akkor ez nincsen. Egyébként neked elárul vagy nektek. A fél évet mire érted, vagy fél évek hát, mert később? Akkor már nagykorúnak minden, akkor már lehetett szexelni vele, képzeld el. Akkor már, ha ő beleegyezett, akkor már lehetett. De most azt akarom mondani, hogy így aztán megmaradt ez, hogy megrontás. De közben már én 2 évet voltam előzetes letartásra. Nem tudtak elítélni, egyszerűen nem tudtak. Meg volt a hosszú hajam, meg volt a szakállam is, akkor már mindenem volt, és akkor hát gondolom felsőbb nyomása, vagy akármire, mégis úgy döntöttek, hogy akkor ezt a megrontást, ezt mégiscsak megszerkeztik nekem. És így akkor kaptam 4 évet. Na akkor óriási nagy tárgyalások voltak, tele volt mindig ilyen ügyész hallgatóval, meg ügyvéd. Sajtó is követte, nagyon keményen. Mindenki rengeteg, Újpesten hatalmas, meg a fő izén, a Markó utcában. Mert a másodfok az meg a Markó utcában. De ebből lehet, amit beleteszel. Úgy hívták, hogy Orler Zoltán a bírót. Azt kérek szépen, elkezdett kihallgatni, hát nem csak engemet, hanem a Colost is, meg a, vagy, mert ő ugye ott volt jelen, meg akkor a izét, a judó barátomat, meg akkor az akárkit. És akkor kérek szépen, azt mondja a bíró, hogy 75 sértettem volt, azt gyorsan, hadd tegyen, 75. De ezek nem vádoltak engemet, ezt csak ők összeszedték, és szerették volna, majd ezek mind vádolnak. Budapesten a belügyminisztérium kiállító termében rendeztek kiállítást a fiatalkori bűnözés problémáiról. A kiállítás meggyőzően dokumentálja, hogy a fiatalkori bűnözés elleni harc társadalmi ügy. Képek és számadatok mutatják be a fiatalkori bűnözés hátterét, a nevelésben elkövetett hibákat és a környezeti ártalmakat. A fiatalkori bűnözők számának emelkedése világjelenség. A ranglista élén évtizedek óta az Egyesült Államok foglalja el a vezető helyet. Az utóbbi években növekedett a csoportos bűnözés, különösen magas a fiatalkorúak aránya a súlyos bűncselekményt elkövetők között. A vandalizmus, a nemi bűnözés, a gyilkosságok táptalaja a nyugati világban, a fiatalkorúak alkoholizmusa, a kábítószerek élvezete és egyes hippi bandák, ha szabad ezt a szót használnunk, filozófiája. Azt mondja nekem ott is benne szarház is masszer, hogy van-e valami kívánsága? Mondom, nekem semmi, csak hogy nyissa ki az ajtót. Azt és az az egy kívánságom van. És erre kérlek szépen ki is nyitotta, reggel 5 órakor, kijöttem a Váci sítről, és azt se tudtam, hogy merre vagyok. Hát először is nem jártam Vácon a büdös életbe, meg sötét is volt, május 14-e volt, szakadt, esett az eső, jön egy ilyen pali az úton, jó reggelt kívánok, mondom, meg tudnám mondani, merre van a buszpálya udvar? Azt mondja, a sítről jött, ugye? Nem azt mondta, hogy arra menjen, mert ott a buszpálya udvar, hanem, hogy a sítről jött. Mondom, onnan jöttem. És honnan tudja? Azt mondja, mert látom, hogy nagyon sápadt. Mert az a rohadt fal nagyon kiszippantja az embert, tudod, amíg ott vagy benne, az a sok idő, az nagyon sok. Na és hát a börtön életről csak annyit, hogy ott bent kérlek szépen csak cigányokkal voltam együtt, 20 cigánnyal, én voltam a 21. Írni, olvasni egyik se tudott kérlek szépen, mindegyik gyilkosságért és emberölésért, meg verekedésért volt bent. Mindegyik azt mondta, hogy ő ártatlan, hogy nagy vonalakból ledaráljam, és így meg úgy. Aztán azt mondja, hogy majd megmondom én a bírónak, hogy nem úgy van az hékás, hogy ezt a nyomjam az anyád szájába, a cigány.
Mondom, leszel te kisebb helyzetben is, ha visszajössz a tárgyalásra, mert unalmunkban, tudod, játszottunk mindig ilyen bíróságit, vagy itt volt, amikor én voltam a bíró, voltam, akkor ügyész voltam, mert az árkában voltunk annyian, amint már mondtam. De ezeknek kellett nekem mindegyiknek levelet írnom. Ugye, hogy te szerepeltél a kékfénybe. Persze, valami... igen, de az még jóval előtte még volt, előtte. Azt se tagadom le. Hát az kérlek szépen az a, hogy hívták azt a szarházi... Szabó László. Az a Moslék riporter, az a tetű, igen. De azt kérlek szépen, hogy izében, akkor ő hoz nekem be két dobó, akkor még dohányoztam is ráadásul, de ott szoktam le külön. Pont ezért, hogy ne legyek kiszolgáltatva. És nem is lettem, és abba hagytam, pedig nem volt könnyű. És akkor a Szabó, hogy majd akkor ő hoz nekem be a cigarettát, ezt, meg azt, meg minden. Én tudtam, hogy aljas, meg azt se úgy adta elő, amit én ott nekik elmondtam bent a börtönből. Hát ott az a baj, tudod, hogy akkor, hát ez nem úgy működött, mint most. Hát én most csak nézem televízió, meg ez, meg a, hát persze azért nem kívánkozok be, nehéz félre, de attól függetlenül akkor, ha egy doboz cigarettát valakinek bevittek, hát az eladtam már az anyját, apját, tudod? De én nem azért, hogy dicsekedjek, én ebben nem vettem én részt. De, hogy mondjam, az vese rám az első követ, mert igazából nem voltam képbe akkor én még annyira, tudod, ebben a sok szemét besúgóval, ebben a sok ármánykodó szemét emberrel, ebből a sok államszolgával, meg amit akarsz, meg mit tudom én. Hát... Nekik végül is kellett egy olyan műsor, ami elmagyarázza a nézőknek, hogy a Nagyfa Galéri milyen veszélyes pontosan volt. Pontosan így van, igen, pontosan ez. Na de én... Ti sose hívtátok magatokat egyébként Galérinek, se nagyfásoknak, se hát nem. Nem is voltam. Még nagyfásnak se. Nem, sose. Hát én ezt a szót is utálom, hogy Galéri. És utána hogy tudtad újra kezdeni, hogy kijöttél? Hát kijöttem onnan, akkor elhelyezkedtem a Fővárosi Gyógyszertár Központi Raktárba. Ottan kérlek szépen, mint raktárvezető voltam. Kettes megjelölés. Azt nem tudom mai napig se, hogy mit jelentett, de nem is nagyon érdekelt. És amikor már aztán azzal végeztem, hát ott nem tudom, meddig dolgoztam, talán 2 évet, akkor utána elmentem a szakmámba, a Szádó Süti kenyérgyárba. A Nagyfa Társaságban, mert igen. Ne hívjuk Galérinek, mert a Galéri ez a kommunistáknak a bélyege volt. Tehát ebben a Nagyfa Baráti Társaságból. Igen. Van még, akivel tartod a kapcsolatot? Mindenkivel tartom, aki él. Hát éppen most halt meg a Törpe, az a, vele voltam most legutoljára fönt a várba. Kérlek szépen ebbe a koronavírust elkapta, még együtt voltam vele 2 héttel azt megelőzően, hát most már egy hónapja, de egy hónapig volt ilyen, hogy mondjam neked, ezen a intenzív osztályon, igen, 64 éves volt, tehát fiatalabb volt tőlem, a nővérét is ismerem, az Németországban él, és ismerek mindenkit, akik régről vannak. Na most név szerint, ha akarod, akkor azokból is fel tudok sorolni. Olyan van, aki akkor is szoros barátod volt már, vagy akivel nagyon... Ott akkor? Igen, hát, és még tudsz vele beszélgetni, hogyha most igen, megkeresed. Van a Kennedy, az egy, hogy mondjam neked... Kennedy? Igen. Hát az egyik vezetője volt végül is a... Hát, ja, de hát igen, de... Annak tartották, legalábbis a nyomozás szerint. Hát igen, igen. A Kennedy az szintén nagyon jobboldali volt. Ha valakire azt nem lehetett mondani, hogy besúgált, az ő nem volt. Őt egyébként úgy ízélték, úgy vallatták, úgy gyötörték, kínozták, hogy leláncolták a padlóra. Holott azt már réges-régen az elszedjemének megfelelően vallatás céljáról nem lehetett használni. De a kommunisták még ezt is megmerték tenni. Hát azért tudom pontosan, mert velem együtt sokszor voltunk a Zsombolya utcában, sokszor voltunk vele sok helyen. Itt van egyébként a tón, össze tudlak vele hozni, ha majd akarod. Ő kérlek tisztelettel, ő restaurátor volt, az a szakmája. És ő kint volt Törökországban, ilyen restaurátornak. Hát ott dolgozott. Hát kapott érte rendes fizetés is, meg mindenfélét. Ő kapott vagy 7 vagy 8 évet a börtönbe. Ő kérlek szépen politikai fogoly volt. Nekem mindig elmondtam, meg mai napig is tartom vele a kapcsolatot. Egyébként a Törpével is voltunk a várba. Ott azt a tárlatot csináltuk ott azzal a céggel, és onnan kaptam is egy üdvözlapot az államtitkártól, hogy mindegy, ez se legyen téma.
és megkaptam egy ilyen füzetet, és az egész várról, itt a várkapitány, meg a minden. És ott kérlek szépen a Kennedy is ott volt velem, meg akkor a törpe, meg még akkor a huncut, tehát az, meg még sokan, már nem volt sokan, de még voltak. Hát többen is lehettek volna, de hogy mondjam, abból a szempontból egy kicsit szétszakadt a csapat, mert nem mindegyiknek tudom a telefonszámot. A törpe az rohadtul is lekövette ezeket, tudod. Amúgy egyébként a Kennedyt azt úgy hívják, hogy Sambaer Gyula, Sambaer Gyula. Neki volt egy öccse, az meghalt. Akkor volt egy barátom, a Paul, az is nagyon-nagyon művelt pali volt, de az Franciaországban diszidált, meghalt. De még fiatalabb, ezek mind fiatalabbak voltak nálam mindegyik, Kennedy is. Akkor kérlek szépen van egy kacsából kettő is van, az egyik az Ausztráliában él, az volt az, aki kiabált, hogy munkát kenyeret a hídon át, elment Ausztráliába kenguru húst tenni, akkor a másik kacsa, az meg rákba meghalt, mondjuk az volt az értelmesebb forma, az írt is meg csinált ilyen dolgokat, hát az is meg, sokan meghaltak, hát az az igazság, figyelj, rég volt már 68, azért, hogy csak mondjam. És azért kemény volt azért Kádárkor is. Nagyon, persze, hát ezt nagyon őszintén meg kell mondani, hogy igen. Szóval figyelj, ha úgy tetszik, akkor a múlt ifjúsága. Én csináltam egy rádiójátékot, nem szólták el előhozatni, azt a címet adtam neki, hogy a semmiből jöttem, a semmibe megyek. Ezt kérlek szépen, ezt egy két órásra szántam, de a Kobdebó Béla, uh-huh. Megint egy rohadt büdös kavonista, azt kérlek szépen visszavágta ezt, mert ezt a Magyar Kossuth Rádióban nyomták le. És ebből lett durván egy óra hosszás rádiójáték. Nem tudom, hogy még meget tudjátok szerezni valahonnan, de szerintem lehet, hogy ott az archívumban valahol megvan, de hát ezt rendesen többször bejátszották. Ezért kapott egy komoly díjat a Csőrsz Pista. Mert akkor jöttem ki a Sitről, és akkor is erőltetett engemet, hogy így, mert úgy, meg minden, hogy bazd meg, Bandi, hát ez többi, így, stb. Mondom, figyelj ide, hagyj engem a lényeg, belementem ebbe a rádiójátékba, de jól is sikerült különben, de itt is az lett a vége, mint mindenhol, mindig vissza. Hát én tudtam, hogy valamennyit majd kiszednek belőle, pedig igyekeztem nem nagyon ostorozni a komcsikat, de azt nem tudtam megtenni, hogy egyáltalán nem. De nem is lenne teljes az életem. Hát figyelj, én nem kiszúrtam magamnak egy állapotot, vagy egy mi a ***nak nevezzem már őket, egy rendszert, aztán most ezt így lovagolok. Én csak azt a negatívumokat mondom el róla, ha nem éltél benne is, igen, átérted a ami miatt, itt tartunk, ahol tartunk. Minden szinten ebben. Hát figyelj, egy 40 éves diktatúrát nem lehet úgy csak egy fricskával helyre tenni. Messze, hey, messze, messze visz az út. Álltam az ablakomnál, s néztem a városon túl. Érzem, hey, én érzem, messze visz az út. Érzem a vérem, nagyon húz, messze húz. Ember, kérded, merre, meddig érsz? Nem tudom, mondom, te talán félsz, mondd, miért félsz? Ember, kérded, ember, miért? Merre, meddig érsz? Kiáltott, gyere vissza, itt meleg van, nyugalom és fény. Ho, ember, hé, hey, ember, az utat járom én, fel a tóhoz, vagy nem is tudom még, és ha megyek, ho, ember, ha megyek, messze-messze érek, de ott fent a tónál is, egyedül, csak egyedül élek.